Szerbia és Magyarország közösen adott otthont az U17-es Európa-bajnokságnak, amelynek hazai meccseit Békés Csabán játszották. A válogatott szövetségi edzője a korábban Nyíregyházán is dolgozó Horváth András, akinek munkáját Erdősné Balogh Erika segítette. A nemzeti együttes 5 hetes edzőtábor után vágott neki a kontinens viadalnak. Dunakeszin dolgoztunk 3 hétig, majd pedig Békés Csabára utaztunk, és ott volt a további edzőtábor. Játszottunk Dunakeszin még 2 amerikai csapattal edzőmérkőzést, illetve lent Békés Csabán részt vettünk egy tornán, ahol a horvátokkal játszottunk, illetve a franciákkal játszottunk edzőmeccset. Hát első körben gyakorlatilag az volt a célkitűzésünk, hogy próbáljunk egy olyan csapatot összeállítani, akik egymásért tudnak küzdeni, és jó meccseket tudjunk játszani, szetteket tudjunk nyerni. Hál' Istennek ez nagyon jól sikerült. A magyar válogatott 7 mérkőzéséből 3-at megnyert, és 4 alkalommal vesztesen hagyta el a pályát, így az 5. helyen végzett a 2. csoportban. Maximálisan elégedettek voltunk, hiszen a lányok, az volt a célunk, hogy fejlődni tudjunk maga az EB alatt is, mérkőzésről mérkőzésre tudjanak jó teljesítményt nyújtani. Ez gyakorlatilag úgy nézett ki, hogy 3 meccset játszottunk egymás után, 1 nap szünet, 2 mérkőzés, 1 nap szünet, 2 mérkőzés. Ez nagyon komoly megterhelés volt, tehát se a bajnokságban, sehol nem versenyeztek még eddig így, nem kaptak ilyen terhelést, úgyhogy maximálisan elégedettek voltunk az eredménnyel. A magyar válogatott egyik kulcsembere Pampuk Gréta volt. A 13 éves nyíregyházi játékos betegsége miatt csak 5 meccsen léphetett pályára. A legjobb teljesítményt a görögök ellen nyújtotta, akkor 25 pontot szerzett a Moravszky házaspár tanítványa. Én nagyon örültem, hogy 13 évesen bekerülhettem az U17-es csapatba, mindent megtettem, hogy benne legyek a legjobb 14-ben. Nagyon elfogadtak, nagyon szerettek engem, elvileg én voltam a csapatból hócám, mert mindenkit megnevettettem. Erdősné Balogh Erika a jövőben a Nyíregyházi Sportcentrum U17-es csapatának edzőjeként segítheti majd a fiatal játékos fejlődését. Gréti nagy tehetség, nagy reménységünk, ugye édesapját nem kell bemutatni a röplabdát szeretőknek, Pampuk Csabát. Hál' Istennek ő az edzői mellett még ő is tudott foglalkozni sokat Grétivel, és nagyon szereti ezt a sportágat, és nagyon, nagyon sok időt áldoz arra, hogy minél jobb legyen, és ennek meg is van az eredménye. Ő egy gyöngyszem, úgyhogy rá vigyáznunk kell, és bízunk benne, hogy majd még felnőtt válogatottként is nagyon sokat szurkolhatunk neki. A szakember az U17-es csapat mellett az U20-as együttest is irányítja augusztustól, mellette szakágvezetőként felügyeli a sportcentrum röplabdázóinak munkáját.